Kedden este megemlékezést tartanak első festet is Györgyről Keszthelyen, számolt be sajtótájékoztató keretében Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Plébánia templomban lesz a 19 órás szentmisét követően, melyen részt vesz negyedik festet is György Herceg is. A megemlékező beszédet Dr. Csébi Géza irodalomtörténész tartja. Szeretettel hívnak mindenkit, akik ez alkalommal fejet kívánnak hajtani a festetés család talán legkiemelkedőbb személye előtt a városban működő intézmények, intézetek vezetőitől pedig azt kérem, hogy ezen a napon a náluk szokásos módon helyeztessenek ki gyászászlót. Korábban Festetics halálának 200. évfordulójára, április 2-ára tervezték az újratemetést, azonban a herceg kérésére ez várhatóan június 29-ére tolódik, mondta el Pálinkás Robert. A Helikon Kastély Múzeum igazgatója hozzátette, az egyeztetésre azért volt szükség, mivel a herceg gyermekei külföldön, Monakóban, illetve New Yorkban élnek. A család pedig fontosnak tartja, hogy mindannyian részt tudjanak venni a méltó újratemetésen. Herceg úr, illetve a fiai, Tassziló és György, ezek ezen a napon fognak ráérni, ezért kérte Herceg úr, hogy ezen a napon legyen a temetés. Én azt gondolom, hogy egy megfelelően felkészült szervezetet, állami szervezetet is be kell vonni ebbe, ezért megkerestük a nőrit, ez a Nemzeti Örökség Intézete, aki a Budapesti úti fiumei sírkertnek a gondozója, hogy ott találhatók a nagy állami az óleumok, és az ő részvételükkel holnap egy helyszíni bejárást fogunk tartani, ahol meg fogjuk nézni az altemplomban látható vagy található sírt, magát a mauzolamot, az útvonalat, végig fogjuk beszélni az egész programot. Első festet is Györgyöt halála után a templom alatti kriptában helyezték végső nyugalomra. Az idei év festetics év, így merült fel a gondolat, hogy a gróf végakarata végre teljesüljön, miszerint földi maradványait egy családi sírhelyre szállítsák át. A Szent Miklós temetőben található fest Ticsmaúzóleuma a Helikon Kastély Múzeum vagyonkezelésébe tartozik, melyet 2015-ben újítottak fel miniszterelnökségtől kapott forrásból.